van, ami viszont az elmúlt 7 hónapban új helyzetet teremtett. Nevezetesen az, hogy 7 hónap alatt 7-szer módosították az alkotmányt. Múltkor az egyik órán a hallgatóktól kérdeztem, hogy van-e valakinél alkotmány, és ma azt válaszolta az illető, hogy nincs annyi pénze, hogy havonta új alkotmányt vegyen. Ez az alkotmány igenis magán viseli annak a bélyegét, hogy ez egy átalakított, erősen átalakított, de átalakított alkotmány. Új alkotmány megalkotása régi adóssága a politikai osztálynak. Ezt az a Sólyom László mondja, aki egyébként intenzíven és kritikusan reagál arra az alkotmányozási eseményekre, amiről itt egyébként beszélgető társam szóltak. Ez a szent koronata ellentétes a mai alkotmány egyik legfontosabb elvével, a népszuverenitás elvével. Ha valaki a szent koronata alapján kezd alkotmányozni, akkor félredobja a népszuverenitás elvét. Egy alkotmányos alapelvnek, vagy az alkotmányozás alapelvének annak kellene lennie, hogy annyi hatalmat akarjak magamnak, amit szívesen látnék az ellenfelem kezében.